Köszöntöm Önöket! A Szubjektív mai vendége Pesti Emma festő, akinek a munkáival egyre gyakrabban lehet találkozni a hétköznapokban is. Köszöntelek itt a stúdióban. És kezdjük is ezzel, most legutóbb a Képes Ifjúság címlapján lehetett látni a festményedet, de a Fórum könyvkiadó idei naptárán is rajta van, vagy egy könyvesboltban például a Könyvek címlapján lehet ezzel találkozni. Mostanában így ismernek fel inkább az emberek, vagy meg, vagy a kiállításokon keresztül? Hát én azt tapasztalom, hogy legtöbben az interneten keresztül találkoznak velem, tehát Facebookon van egy művész profilom, ahová folyamatosan töltöm fel a frissen elkészült munkákat, és nagyon sok a visszajelzés, tehát Facebookon keresztül ismertek meg engem inkább mostanában az emberek. És ez így megosztják egymás közt? Tehát, hogy egyáltalán hogy talál meg valaki a Facebookon téged? Beírja, hogy festők, és akkor kijössz, vagy valaki nem, ismerősön nem. keresztül? Ismerősökön keresztül, persze, így működik. Esetleg megosztják egymás közt, és akkor így valahogy terjed ez a dolog. És mikor volt az a pillanat, amikor úgy gondoltad, hogy te már nem egy diplomás festő, vagy ha nem festőművész? Vagy volt-e ilyen pillanat? Hát nem gondoltam én ebbe még így bele, nem hiszem. Ez egy ilyen természetes folyamat. Nem is kell talán az embernek magát így felcímkéznie, hogy akkor most én mi vagyok. Csak csinálni kell, amit úgy gondolod, hogy csinálnod kell. És hogy érkezett az első megrendelésed, vagy milyen, emlékszel arra, milyen volt az első alkalom, vagy amikor valaki képet vett tőled? Igen, emlékszem, hát ez úgy indult még egyetem alatt, hogy megrendelésre festettem képeket, portrét, fényképről, tudod, már ez a bejáródott, hogy ajándékba szülőknek, családnak. De egy idő után ez már nagyon megterhelő lett számomra, és elhatároztam, hogy na jó, akkor többet ilyet nem vállalok el, mert úgy éreztem, hogy nagyon megköt alkotás közben is, és más dolgokra szerettem volna inkább koncentrálni. És valahogy aztán így magától beindult az, hogy már meglévő festményeket kezdtek el vásárolni tőlem, szintén Facebookon válogattak belőle, csipegettek, megtalált egy Budapest környéki amatőr műkereskedő fiatalember is, és egy alkalommal vásárolt tőlem 11 képet. Ez volt az első ilyen nagyobb eladásom, ami így szinte nem is akartam elhinni, hogy ilyen nálunk van. És ő még megmaradt, tehát továbbra is vásárolt tőled képeket, vagy ez egy ilyen egyszeri alkalom volt? Hát azóta ezen a vásárláson kívül még háromszor vásárolt tőlem. És vannak megrendeléseid olyan értelemben, egyrészt ilyen, hogy szeretnék 5 darab Pesti Emma képet, mindegy, hogy mi van rajta, szeretnék 5-5 venni, akár saját magam számára, akár további eladásra, vagy olyan értelemben, hogy hát most Emma fessél már valamit, ami kék. Türkiz, mondjuk ez a te színed, vagy fess valamit, ami narancssárga, vagy fess olyat, amin tó van, vagy fess olyan, amin templom van. Ilyen értelemben vállalsz-e megrendeléseket? Hát hál' Istennek ritka az ilyen. Tehát én sem nagyon szeretem, hogyha megmondják, hogy na akkor most ezt, azt, amazt. De ha megmondják, hogy milyen színhez tartsam magam, akkor az talán még nem feszélyez annyira. Egy szín kombináción belül én még úgy érzem, hogy ki tudok bontakozni, és nem egy megkötés. Viszont ritka az ilyen, hogy most konkrétumokkal jönnének. Tehát lehet, hogy azért van, mert aki már ismeri a munkáimat, és szereti őket, akkor azokat azért szereti, mert olyanok, amilyenek. Volt a Szabadkai Kunstcaféban egy kiállításod, és arról egy interjúban azt mondtad, hogy amikor felraktátok a képeket a falra, akkor olyan érzésed volt, mintha eleve
ehhez a kávézóhoz készültek volna a képek dekorációnak. Ilyet vállalnál-e, hogy most én nyitok egy kávézót, és Pesti Emma képekkel szeretném telerakni, viszont újakkal, amiket csak nekem festesz. Igen, azt hiszem ez tetszene. Hasonló igen, volt igen. A Kosztolányi Színházban is, amikor a furcsa huroknak a dekorációját, vagy díszletét készítetted, vagy ez tehát egy ehhez hasonló munkafolyamat? Ez egészen más volt, ez egy egészen új élmény volt számomra, a színházzal együtt dolgozni. Ugye Döbrei Dénes kért fel, hogy akkor fessen meg a díszletet, tehát ő kitalálta, hogy mi is lesz a díszlet. Ugye székekről és asztalokról van szó, viszont ezen belül, hogy én ezeket hogy festem meg, teljesen rám volt bízva, ebbe ő nem szólt bele. Megkaptam a teret, a feltételeket, eszközöket, mindent biztosított számomra, és hát úgy egy hónapon keresztül, vagy talán több tartott ez a folyamat. Nagyon jó kis időszak volt, munka után esténként bejártam a Livka épületébe, ott az egyik terem az enyém volt, és szépen lassan megszülettek ezek a székecskék, asztalocskák, és jó volt belátni a kulisszák mögé, a próbákat megnézhettem, megismerkedhettem a színészekkel. Tényleg egy nagyon, nagyon jó élmény volt. A nézők majd itt a képernyőn látnak néhány képet tőled. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy te hogyan alkotsz. Hogy születik meg benned egy gondolat, egy kép, látsz valamit, egy tájat, vagy egy tárgyat, vagy akár egy filmtől, vagy zenétől is jöhet az ihlet? Hát régebben az esetek többségében ez úgy történt, hogy láttam valamit, akár le is fényképeztem azt a részletet, vagy csak megjegyeztem, vagy leskicceltem egy forma, megmaradt bennem, akkor azt próbáltam valahogy vászonra vinni. Viszont az utóbbi időben már nem téma alapján festek, hanem inkább a kompozíció az, ami az első helyen szerepel nálam, ami a legfontosabb. Kiindulok egy színből, és aztán úgy alakítom festés közben a kompozíciót, a gesztusokat, ecsetvonásokat, hogy az valamilyen egyensúlyt teremtsen, tehát valamilyen harmóniát igyekszek mindig kialakítani, de valahogy így utólag lesz belőle téma. Tehát ezekből a formákból áll össze számomra is utólag valami, ami alapján aztán címet is kap a kép. Szobában festesz, vagy a szabadban festesz inkább, tehát most időjárástól függően nyilván, hol kedvesebb neked? Csendben festesz, vagy zenével? Tudsz-e beszélgetés közben festeni például? Mindenképpen szobában. Tehát van egy kis műtermem otthon. Az nagyon fontos, hogy minden ott legyen a helyén, mindennek megvan a helye. Nagyon megnehezíteni a dolgomat, hogyha mondjuk festés után el kellene pakolnom magam után, aztán ha jön az ihlet, akkor jaj, megint kipakolni. Tehát mindig minden ott kell, hogy legyen, ahol hagytam, és erre szerencsére van egy terem. Mindig zene mellett festek, valamilyen zene az mindig szól, beszélgetni nem. Közben nem, ez egy magányos folyamat, hogyha van is valaki a szobában, akkor hát idő kell, hogy megszokjam a jelenlétét. Más az, amikor művésztelepen van az ember, ott is hát egy-két nap elmegy arra, hogy az ember aklimatizálódjon, felvegye a hangulatot, azt a ritmust, ott úgy lehet persze társaságban dolgozni, de az más. Milyen zenére festesz, hogyha már zenére festesz, úgy tudom elképzelni, hogy valamilyen nagyon energikus zenére, ahogy az ecsett csapásaidat vagy vonásaidat látom a képen, de lehet, hogy tévedek, és nincs köze a zenének ehhez. Változó, nincs köze hozzá, nincs köze. Éppen amilyen hangulatban vagyok, amit éppen abban az időszakban hallgatok különben is, akkor festéshez is azt hallgatom, tehát nem függ össze.
És mennyire meghatározó, mondjuk, ahogy mondtad, hogy amilyen hangulatban vagy, olyan zenét hallgatsz. Egyébként a hangulatod rányomja a bélyegét arra, hogy milyen képet festesz, vagy ha mondjuk depressziós vagy, vagy rossz kedvű, akkor inkább nem is festesz, vagy ez látszik a képeken? Én úgy gondolom, hogy ez nem látszik. Tehát a hangulatom az a képek nem tükrözik az akkori hangulatomat. Tehát ha valamilyen esetleg mély ponton vagyok, vagy úgymond elkap valamilyen depresszió, akkor lehet, hogy nem is festek, akkor inkább nem nyúlok ecsethez. De ezeknek a képeknek, az elkészült festményeknek, én úgy látom, hogy van egy már saját, úgymond érzelemviláguk, tehát nem kapcsolódnak hozzám már elkészültük után. Azt is észrevettem kiállításokon, vagy akár azokon a képeken, amelyeket feltöltesz Facebookra, hogy nem nagyon keretezed a képeidet te magad. Ezt így is szeretnéd, ha mondjuk valaki megvásárolja és saját falára teszi, hogy maradjon keret nélkül, tehát ez egy ilyen elf, te szabadon hagynád mondjuk a képet, vagy csak egyszerűen nem, és majd mindenki dönts el, hogy szeretné. Hát jobban szeretem a képeimet keret nélkül, a legtöbbet. A legtöbbnek az áll jól, ha nincs lezárva, nincs keretbe zárva. Viszont van egy-két kivétel, aminél kifejezetten éreztem, hogy na ennek egy jó kis keret az feldobná az egész hangulatát. Úgyhogy ez is változó, de inkább nem. Megkérdeztem néhány embert, aki tudom, hogy ismer téged, hogy mondjon valamit a képeidről. És akkor az egyik az volt, hogy ilyen nagyon lendületes vonásokkal, ecsetvonásokkal festesz, a másik, fordítva kellett volna mondanom, igazából az első, amit mondtak, az a türkis szín volt. Tudatosan kerestél egy olyan színt, ami majd pestien más lesz, és majd meghatározza a képeidet. Véletlenül találtad ezt a színt, vagy neked nagyon tetszik, és ennyi? Nem volt tudatos választás egyáltalán. Az idők során ez is változott, tehát folyamatosan változott az én színvilágom is. Régebben a bizonyos nedvzöld volt az, ami minden képemen ott volt. És mi ez a nedvzöld? Nedvzöld, hát egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon sötét zöld árnyalat. Ha tubusban nézi az ember, akkor szinte feketének hat. Aztán azt persze keverve, akkoriban feketét nem is használtam, hanem nedvzölddel sötétítettem a különböző árnyalatokat. És ez egy-másfél évig eltartott. És akkor mindenki, nedvzöld, akkor ez az Emma. Tehát volt egy ilyen is. Aztán volt egy ilyen sárgásabb, melegebb időszak, és közben valahogy így most kiukadtam ennél a türkiznél, ami nem tudom, meddig fog tartani, lehet, hogy nem sokára ez is megváltozik, találok valami mást. Kicsit beszéljünk a kezdetekről, hogy lett belőled festő, van-e más valaki művész is a családban, és ezen a vonalon, vagy benned jelent meg ez a tehetség? Hát családban gondolom mindannyian kreatívak vagyunk. Kifejezetten képzőművész nem volt a családban. Boros Gyurka bácsinál kezdtem rajzolni, annó még a Népkörben, rajzszakcsoportban, és onnantól már úgy lehetett látni, hogy van bennem valami tehetség, féleség, és ezért is mentem a politechnikai középiskolába, ahol Suhajda Zita festőművész volt az osztályfőnököm, és neki is nagy szerepe van abban, hogy én most ezen a pályán vagyok, mert ő biztatott minket, akiben látott valamit, hogy igenis tessék ebben a szakmában maradni és folytatni ezt az utat. Úgyhogy miatta felvételiztem Szegedre, és hát ott is természetesen voltak olyan emberek, behatások, akik miatt én maradtam ezen az úton. És mennyire támogatott a családod? Mert nagyon sok művész azért hagyja abba, vagy egyáltalán nem is lesz művész, mert a család azt mondja, édeslányom, ebből nem lehet megélni. Igen, ők maximálisan támogattak engem mindig, és most is.
És hát úgy, ahogy mondod, ez nagyon fontos. Tehát az, hogyha otthon azt hallanám folyamatosan, hogy hát édeslányom, ez micsoda, vagy miért nem olyat festesz, ami esetleg nagyobb körben elfogadott, vagy esetleg kritizálnának, akkor nagyon-nagyon gyorsan elmenne a kedvem az egésztől. És szinte biztos, hogy már nem is csinálnám. De ők mindig mellettem vannak, minden egyes kiállításra eljönnek, ott vannak. Sokszor izgatottabbak, mint én. Nem egyszer volt olyan, hogy nekem nem volt kedvem egy kiállítás megnyitóhoz, mert talán már tehernek éreztem. De, és akkor jöttek ők, hogy na jó, de akkor mi lesz a pogácsával, vagy ki fogja megnyitni, és így addig, hogy az én kedvem is meghozták az egészhez. Úgyhogy hálás vagyok nekik ezért. És egyébként meg lehet ebből élni? Hát csak ebből én ezt még nem tudhatom. Szeretnél ugye, csak ebből élni? Nem tudom, mert ugye most van egy munkám, egy nyomdában dolgozok, napi 8 óra, meg van a havi keresetem, és ez mellett megvan az a fajta szabadság, hogy nem kell rágörcsölnem arra, hogy na akkor ebben a hónapban hány képet kell eladnom ahhoz, hogy ugye. És nem tudom, hogy fordított esetben ez akkor hogy működne. Lehet, hogy jó lenne, lehet, hogy élvezném. Nem tudom, lehet, hogy egyszer majd ez is ki lesz próbálva. Nemrég volt a kiállítás megnyitód a Kunstcaféban. Készülsz-e új kiállításra, vagy mi az, amin most dolgozol? Most kiállítás egyelőre nincs tervben, de általában úgy is jönnek ezek a dolgok, hogy valaki felajánl egy lehetőséget, és akkor kapok rajta. Nem szoktam így előre betervezni, hogy akkor ebben az évben mikor, hol lesz kiállítás. Most egy könyvillusztráción dolgozom. Elolvastam már a szöveget, most barátkozok az anyaggal, ötletelek, mit, hogy, merre, meddig. Lehet erről tudni valamit, vagy elárulhatsz valamit? Gyerekkönyv, felnőtt könyv, tematikát esetleg? Felnőtt könyv, ez egy regény. Regény lesz. Többet nem szeretnék elmondani, mert nem egyeztettem előre. Persze. A kiadóval. Mikor várható esetleg a kiadás? Év végéig, ha jól tudom. Akkor most illusztrálsz, és egy nyomdában dolgozol. Emellett mikor van időd festeni, tehát szabadon alkotni, amikor azt festesz, amit te akarsz? Hát esténként, de most épp egy olyan időszakomat élem, hogy így kicsit pihentetem a dolgot. Most erre az illusztrálásra koncentrálok, ezt is inkább még csak agyban. Most egy kicsit pihentetem, kellenek ilyen időszakok is. Nyáron tervezel valamilyen alkotótábort, művésztábort, vagy tehát mik a terveid mondjuk így erre az évre? Mikor várhatunk valamilyen új képeket a Facebookon, vagy akármit, hogy lássuk, hogy az idén mi lesz a téma, vagy változik-e a tematika, mert ahogy néztem az évek folyamán, azért változott a tematika. Mindenképp szeretnék az idén nyáron is valamilyen művésztelepre eljutni. Hát ezt ugye a munkával is össze kell egyeztetni, de ezzel nem szokott probléma lenni, hál' Istennek. És hát igen, a művésztelepen mindig valami változik bennem, valami alakul új irányba, új képek, új tematika, ahogy mondod. Úgyhogy magam is kíváncsian várom, hogy az idén nyáron mi lesz ez. Köszönöm neked, hogy a vendégünk voltál. Köszönöm én is. Önöknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.